Az UNESCO zenei tanácsa 1975-ben döntött úgy, hogy Yehudi Menuhin a világhírű hegedűművész ajánlására október 1-én ünnepli a zenevilágnapját. Székesfehérváron a város zenei életének képviselői, gyermekek és felnőttek, népzenészek és klasszikus muzsikusok, kórusok, népdalénekesek és táncosok 11. alkalommal találkoztak a jeles napon, hogy köszöntsék a zene valamennyi műfajának képviselőit. Nagyon érdekes volt hallgatni ma, meg nézni is, hogy nem csak itt a hagyományos zenei világnapi esti nagy koncerten élvezhetünk, hanem délután, kora délután a zeneiskolás diákoknak köszönhetően a város főterén is felcsendültek szebbnél szebb dalok, dallamok, mert amikor kinéztem az ablakomból, azt láttam, hogy jóval több mint egy órán keresztül különböző gyönyörű dallamok csendültek föl különböző fiataloktól, lányoktól, fiúktól, nagyon-nagyon érdekes hangszerek szólaltak meg, és gyakorlatilag a zene betöltötte a várost, a belvárost, az emberek, akik arra jártak, éppen megálltak, fényképeket készítették, egyáltalán csak hallgatták a muzsikaszót, és azt hiszem, hogy ez az, amit a zene tud adni egy közösségnek és az egyénnek egyaránt, és ezért csodálatos ez a nap is, hiszen abszolút megtelik most az Alba Régia Sportcentrum, és ez a körülbelül 2000 ember, ez most azért jött, hogy részben ünnepelje a zenét, részben pedig gyönyörködjön a dallamokban. Polgármester úr, rendkívül fontos számunkra, hogy egy életút elismerést nyerjen. Ilyen a Fricsai Rihárdi, hiszen Fricsai Rihárdra emlékezhetünk, aki megteremtette a lehetőségét annak, hogy most rá is emlékezhessünk, illetve azokra az énekzenével és zenével foglalkozókra, akik megérdemlik ezt a kitüntetést. Évről évre szép szokás az, hogy egy városi kitüntetést, a Fricsai díjat, illetve szakmai elismeréseket is ennek a zenei világnapnak a keretében azok előtt, az emberek előtt adjuk át, akik azt gondolom, leginkább értékelik azokat az életpályákat, szakmai életutakat, amit itt megköszönünk egy-egy díjjal. Az pedig mindig különös élmény, amikor egy tanár, egy pedagógus személyiségnek adjuk át a díjat, aki hosszú-hosszú évtizedeken keresztül a város összzenei életéért is, de azért az egyénért, az a pici vagy kicsit nagyobb gyermekért is mindent tett. Úgyhogy nagy öröm és megtiszteltetés, és biztos, hogy a bejelentések és maga a díjazás is a zeneszerető fehérváriak egyetértésével fog találkozni. A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Ezt hagyta ránk, ezt a gyönyörű gondolatot Mórus Tamás, és ennek a szellemébe évről évre ezt a lángot próbáljuk minél több fiatalnak továbbadni, és ezt a lángot őrizni, a szép, komoly zenének a továbbadását, hogy minél tovább és minél többek szívében égjen ez a láng. Thank you.
örömmel veszek részt, bárhol lehetséges a zenei világnapot megünnepelni, de Fehérvárra többször jöttem már, és most is örömmel, mert hogy itt akkor a kicsiktől a nagyokig, kóruszenétől a hangszeres zenéig mindent lehet hallani úgy együtt, és az egész terem a zenének örül és a zenében él. Ehhez jönnek a táncosok, kitüntetések átadása, tehát egy kerek egész nap a zene ügyében, zenéért zenében. Valóban egy olvasztó tégely, de azért kicsit válogathatók, hogy magyar, hogy román, hogy szlovák, hogy szerb, vagy hogy horvát zenével párosodott a magyar, attól függően, hogy milyen területen és milyen sűrűen laktak közösen együtt. A kérdés másik fejét, a feltennéd, válaszolnék rá. A Tilinkó nagyon-nagyon fontos számunkra. Nagyon sokat tettetek azért, hogy a népzene elfogadottá váljon és népszerűvé Székesfehérváron. Hogyan tovább? Van-e utánpótlás? Bár itt látjuk, hogy igen, nagyon is. Van utánpótlás, főleg itt Fehérváron ez egy nagy dolog, hogy van egy saját zenei szakközepiskolánk, ahol van népzenei oktatás, és évről évre vannak új felvételizők, akik egyszer csak majd iskolát elvégezvén mennek tovább az egyetemre, ahol vagy előadó művészek, vagy pedig zenetanárok lesznek, népzenetanárok. Kedvű nép vagyunk, az éneklés maga egy olyan tevékenység, egy olyan, hát talán mondhatnánk, hogy nagyon fontos lelki, és hát mindenképpen a kultúránkhoz is hozzátartozó, és a lelkünknek jól eső tevékenység, vagy létforma, hát legalábbis nekem, de sok énekkel élő embernek, ami hát a népdalainkon keresztül, és hát a klasszikus zenén, a más népek dalain keresztül megérinthető, megkapható, megfogható, és hát az itt felsorakozott sok száz gyermek és felnőtt megkapta a lehetőséget erre, mert valaha iskolában megtanították énekelni, többüket több szólamban is, úgyhogy hogy népzene, vagy klasszikus zene, vagy miséből egy tétel, ez ebből a szempontból mindegy, mert zene, amely belőlünk áradhat, hogyha mi jó zenészek vagyunk és szeretjük a zenét.
Az ünnepségen adták át a Fricsai Richárd zenei díjat, amelyet a város zenei életében több éven keresztül kifejtett kiemelkedő zenei munkásságának elismeréséül ebben az esztendőben Hartyáni Mária zenepedagógus vehetett át. Azt szerettem, ha a kollégáim, a munkatársaim részesültek így kitüntetésben, meg jutalomban, és én magamat inkább hátulról irányítom, de megszántam. És ez a meglepetés, ez most olyan volt, hogy tényleg szólni se tudtam. A bensőséges hangulatú ünnepségen ismét bebizonyosodott, hogy a zenei világnapon az emberek a legmélyebb érzéseiket és legszebb reményeiket juttatják kifejezésre. A zene továbbra is módot ad arra, hogy az emberek megértsék egymást és együtt éljék meg, hogy Kodály Zoltán gondolata ma is érvényes. A zene mindenkié.